Sziasztok, én Johnny vagyok, ez itt a Talált ki című sorozat. Meghívtam a barátnőmet Trixit, Sziasztok! hogy szerepeljen ebbe a következő részbe. Aki esetleg lemaradt az előző részekről, megtalálja a többi videót a csatornámon, vagy esetleg a videó alatt a leírásban. Hát jó szórakozást hozzá, a szabályokat tudjátok, úgyhogy élvezzétek a videót. Csapassuk! Ja igen, amit írunk egymásnak, azt majd ide fogom itt, nem tudom nektek hol van, de ide fogom itt szerkeszteni itt alulra, hogy amelyik ugye nekem kell kitalálni, nyilván az itt lesz. Amelyiket Trixinek kell, az meg nála lesz. Egy pár másodpercig oda lesz szerkesztve, de ezt már látni fogjátok. Igen. Nő vagyok? Nem. Férfi vagyok? Igen. Férfi vagyok? Annak érzem magam. Igen. Nem érzem magam annak, igen. Ismert emberről van szó? Hát, ha úgy nézzük, akkor igen. És ő ismert? Igen. Zenész? Nem. Énekes? Is. TV-ből ismert? Onnan is, de nem onnan jött. Rock együttesbe játszik? Végülis igen, rock zene. Nem tudom pontosan mi faj nevét, de rock zene is van benne, igen. Színész? Hát, hogy mondjam? Színész játssza el, igen, a karakterét. Nem. Most gondolkodnék, hogy fél órá, de nem akarom hozni az időt. Akkor jaj, én kérdezem. Igen. Kitalált karakter? Nem. Jó. Gondolom, tehát külföldi. Igen. Magyar? Nem. Végjátékokban játszik? Nem, de nem mondtam, hogy színész. Csak hogy színész játsza el a karakterét. Én ismerem? Igen. Kitalált személy? Igen. És ő akkor nem pont a zenekaráról híres, hanem mondjuk tévéből? Hát inkább, ha. Középkorú, idős, középkorú? Fiatal. Fiatal. Örülök! Ő középkorú? Igen. És külföldi volt? Igen. És inkább tévéből? Hát inkább, aha. Hát azt én nem is ismerek külföldi, ilyen tévés. Hogy nem ismersz? Hát nem tudom másképp kérdezni, filmekből ismert? Ezt már kérdezted. Nem, azt kérdeztem, hogy színészel. Nem, a tévét kérdezted. Filmből is, de nem onnan indult ki az egész. Show műsort vezet? Vagy nem. Mit vezet? Hát, gondolom autót. Mármint tévén hát, keresztül most. Nem vezet műsort. Most nem tudok válaszolni, csak azt, hogy nem vezet. Sorozatba szerepel? Mert mondtad, hogy tévéből ismert. Azt hogy érted? Én nem értem. Sorozatban nem hiszem, hogy szerepelt. Most azt tényleg nem tudom. Nem hiszem. Akkor filmbe végül is. Akkor könyvben is ismert? Igen. Akkor ennek a színész, akkor most színész végül is. Színészről beszélünk. Van rockzenekara is? Vagy zenekara? Van zenekara, végül is igen. Végül is akkor még nehezebb. Ahogy szoktunk forgatni, elkezdtünk forgatni, és 9-szer kellett felvenni ugyanazt a jelenetet, amit fel tudtunk volna venni egyszer is. Nagyon ismert? Igen. Jason Statham? Nem. Stephen King? Nem tudom, hogy Stephen Kingről írtak-e könyvet, meg adtak ki róla filmet, mert az író nem kitalált karakter. Jaj, neki játszok, jó. Igen.
Nem. Jó. Krimi? Hát nem hiszem. És él még? Igen. Jó. Remélem, még sokáig fog. Check. Nem, neki szinkron hangja van, nem húsvéremben játsza. Tudom, színész, férfi, középkorú, nem kövér. Él még. Sok filmben játszik, szeretjük, van elvileg zenekara is, meg éljen sokáig. Ezt csak én mondtam, igen. Akkor te nagyon szereted. Kedvenc színészed? Az egyik kedvenc színészed? Az egyik, aha. Akkor nem Adam Sandler, mert az már volt. Az már volt, hát olyat nem érnénk. De ezt nem csinálj. Nem fog leesni. Próbálkoztam, látjátok, és nem sikerült. Na igen. Legyen mondjuk... Amúgy ismerlek, meg tudom, akik a kedvenc színésze, így csak most úgy nem tudom. Talált személyes ember játsza, de hát most... Várjál csak. Na, mondjad már. Narnia krónikája? Ó, de imádom. De az egy film cím. És én egy kitalált karaktert kérdeztem. Ja, hogy annak a... Jó, de viszont jó volt, mert kitalált és ember játsza. Igen, meg a Narnia krónikáinak is a könyve ugyanaz, így van. A címe. Igen. Nem rossz. Ha. Az a Grinch? Nem, annál sokkal egyszerűbb. Nem áll. Úgy szeretlek. Annyi jó színész van, hát nem igazán tudsz egyet sem. Nyugi, nem látom az ablakból. Azért forgolódik, mert itt van az ablak, de nem látom belőle. Én simán tudnék csalni így fél szemmel, de nem akarok. Akkor nem élvezném a játékot. Nem se akarok csalni, na. Színész is szeretjük is. Annyi jó színész van. Hála Istennek. Eddie Murphy. Ezt már egy 20 perccel ezelőtt szerettem volna mondani, de Eddie Murphynek mióta van rockzenekara? Van rockzenekara. Kajak? Hát pop-rock, csak azért voltam zavarban, mondom. Kérdezett, hogy rockzenekar? Hát mondom, ilyen pop, ilyen reggae, minden van benne, de igazából rockzenekar az alapja. Ha azt mondtad volna, hogy reggae, akkor egyből jutott volna eszembe. Hát, Most hogy mondjam neked, hogy... Rasztahaja van, meg mit tudom én, meg szemüveges. Mondom, azon rögtön mondom, vékony, bölcsek kövére. Ja, igen, jó. Direkt nem mondtam azt. Miért nem? Na? Harry Potter? Igen! Az volt elsőnek a fejemben, amikor mondani, hogy kitalált személy. És miért nem mondta? Úris... Nem áll. Hát ez a világ legjobb. Könyve, nem filmre... Nem áll. Mikor mondtad, hogy kitalált személy, az volt elsőnek a fejemben. Örülök. Mikor mondtad, hogy kitalált személy, mondom, direkt nem mondtam a Harryt. Minden, csak az volt végig a fejemben, direkt kikerültem. Mikor volt, hogy az, mondom, nem a Harry Potter, nyilván nem az. Ismer engem, tudja, hogy mindenféleképpen Harry Potter fan vagyok, minden formában. Jó, most visszakapod. Na hát, majd meglátjuk, ki kapja vissza. Azt mondja, én olyat írtam, amire még én sem tudok 100%-osan mindent. De nő? Nem nő. Tárgy? Nem. Férfi? Nem. Nő? Nem. Kitalált személy? Nem. Férfi? Igen. Jó.
Tárgy? Nem. Nagy semmi, tudod. Hát miért? Hát most... Színésznő? Nem. Ezek biztos, hogy... Aj, nem. Anyásön? Persze. Igen? Nem. Az mi óta mozog csillókkal, meg tapogatókkal? Mi ez a csilló? Ó! Na, most nem fogok neked bioszórát tartani. De röviden, mi az a csilló? Most ha nem tudom, akkor... Amivel mozog. A kis állatka. Színész? Nem. De ezt már egyszer kérdeztem. Igen. Akkor énekes? Nem. Jó. Oxigénnel elemzik? Hát nem. Tehát nem az, hogy kinyitja a száját, azt vesz egy nagy levegőt. Szóval... Ilyen hülye légzése van, én kis apróság. Na, nem tudom pontosan, sajnálom. Akkor nem színész, de nő. Én nem mondtam, hogy nő. Férfi. Hát igen. Középkorú? Igen. Jó. Víz alatti élőlény? Hát, hogyha azt nézzük, hogyha állatnak vesszük, most csak akkor igen. Színes bőrű? Kreol, fekete vagy valami, nem tudom, azok közül valamelyik? Hát nem fekete, de színes bőrű. Igen. Én ezt szoktam enni? Igen. Aladdin? Nem. Nem. Kicsit más. De azt mondtad, hogy kreol bőrű. Én nem mondom, hogy kreol bőrű, azt mondom színes bőrű. Ja. De ne kevered már, amiket mondok, hát... Bocsánat! Lesz a baj, hogy egyet mondasz, azt következőnek elfelejtem. Én nem mondom, hogy... Nem, te azt kérdezted, hogy színes bőröm? Igen, de nem fekete. Tehát nem barna, nem kreobőrű, nem fekete, de színes bőrű. Akkor akár lehet kék, zöld, lila is. Jó, igen, te majd kérdezel. Kitalálod. Kajló? Igen. Igen. Tényleg? Igen. Bezzeg a Harry Pottert meg nem találtad ki. Nem a csirkéről jutott eszembe, hanem tényleg kajló? Igen. Tudod, hogy jutott eszembe? Hogy? Amikor mondtad, hogy hát nem levegővel, de... Kajló. Arra igen. Finom. Az egyik kedvencem. Szárnya van? Nincs. Nagy farka van? Tudja. Nincs. Nagy ormánya? Igen. Ha nagy ormánya van, az elefánt. De nem elefánt. Minek van még nagy ormánya? Gondolkodj hát. Zsiráf? Nem. Egy szarvú, vagy az a... Hogy hívják? Gari! Gari! Nem. Egy állatról mit kérdeznél még? A legfontosabbat, hát nem igaz. Van bundája? Nincs. Mi a legfontosabb? Hogy nem mondjam enki, hát... Két érti? Nem. Hüllő? Nem. Vadonban él? Nem. De ezek jók eddig. Ilyen is, ilyesmire gondoltam. Jó. Ennyi volt az ötletem. Ne add már fel. Aranyos? Ez a buborék fújás a leges, legostobább dolog, amiről életemben csak hallottam! Nem. Fán él? Nem aranyos, és nem fán él. Földön él? Már hogy földön? Hát egy talajon jár. Ja, nem. Vízi? Igen. Ha most nem találod ki, akkor... És orm...
Mánya van. Hát nagyon arra van. Cápa? Nem. Bálna? Nem, de nem jó úton jársz. Most már víz alatt vagyunk. Karthal? Nem. Csikó? Nem. El kell olvasnom egy természetkönyvet, ami... Az elején, az elején mit mondtam ezekről? Kitalált. Igen. Most ugorjunk megint a végénre. Kitalált és... Tunyacsáp. Igen. Jaj, ez nem az is. Azt kérdem, hogy ez a rokonom legyen. Fel is gyújtanám. Na. Hagyjatok. Ja, Istenem. De úgy imádom. Mondom már, hogy fejlődj, Harry Potter. Most ezzel foglalkozom. Rokonom, mondom. Aranyos? Nem, hát rossz indulatú. Meg mogorva, mufurt. Igen. Új, meg kék a mesébe. Szürke. Jó, mikor, milyen színű? De amúgy aranyos volt. Hát én nagyon élveztem ezt a részt, remélem, hogy ti is. Hát, vicces volt. Az összes kedvencünket felsoroltuk amúgy. Szóval, ha szeretnétek még ilyen részt tőlünk, akkor mindenképp írjátok meg kommentben, és jelezzétek nekünk egy lájkkal, egy hüvelykújjal, iratkozzatok fel a csatornára, és ha feliratkoztatok, nyomjatok rá a kis harangra, ott nektek jobb oldalt van a feliratkozás mellett, mert ha rányomtok, kaptok értesítőt, hogyha új videót töltök fel. Osszátok meg Facebookon, a Facebook rajongói oldalat megtaláltok a Johnny Bond 94 címmel, de videó alatt mindig a leírásban ott megtaláljátok, meg az e-mail címemet, ami a bontevekugathotmail.com-on. Kérdéssel nyugodtan jöhetek hozzám, bármilyen kérdéssel. Vagy esetleg, ha másféle videót szeretnétek, akkor írjátok meg nekünk. És ha szeretnétek, hogy csinálok még ilyen közös videót Trixivel, akkor írjátok meg. Nem, hogy biztos egyszer akarnak. Úgyhogy, aki az előző részeket mondom még egyszer nem látta, mint videó elején elmondtam, videó alatt a leírásban megtalálja, oda fogom kimásolni, de egyébként megtaláltok a csatornán is, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Ő Johnny volt, én meg Trixi, ez itt a Bondbalon csatorna, iratkozzatok fel, csingilinges csengőt nyomjátok meg, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Nem. Sziasztok! Én Johnny vagyok, ez itt a Találd ki című sorozatunk, és el...